felelő szerkesztő Rosszprim Nándor nevében is jó estét kívánok, Mokos Tibor vagyok. A baranyai utak állapota fokozatosan romlik, és úgy tűnik, ezt a romlást csak mérsékelni tudja, megszüntetni nem az állami utak kezelője, a Magyar Közút KHT. Az ok egyszerű, nincs elegendő pénz a szükséges munkálatokra. Jó hír azonban, hogy a pécsiek baranyaiak évtizedes álma valóra válhat, ugyanis napokon belül megkezdődhet a Pécs és Szekszárd közötti M6-M60-as autópálya kivitelezése. Mi, hogyan és mikorra valósul meg? Mi lesz a Tolnai megyeszéke és a Dunaújváros közötti szakasszal? Egyebek mellett ezek lesznek mai fő témáink a következő egy órában. Szeretettel köszöntöm stúdióban vendégeinket, Kis István urat, a Magyar Közút KHT Dél-Dunántúli regionális főmérnökségének főmérnökét. Köszönöm szépen, hogy eljött. Árki Sándor urat, a Magyar Közút KHT megyei igazgatóságának igazgatóját. Jó estét kívánok. Köszönöm önnek is, hogy elfáradt hozzánk. Petki Gusztáv urat, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beruházási igazgatóját. Jó estét kívánok. Valamint Szárszói Tamás urat, a társaság projektvezetőjét. Köszönöm szépen mindnyájuknak, hogy ellátogattak hozzánk, és állnak a mi és nézőink kérdései elébe. Szó lesz a következő egy órában arról is, hogy mi lesz a megye úthálózatával, a nyomvájús, sérült burkolatokkal. Hogy van-e terv a balesetveszélyes útszakaszok biztonságosabbá tételére, hogy folytatódik-e a hatos út megerősítésére irányuló program. Arról is beszélgetünk majd, hogy elegendő pénz jut-e a téli munkálatokra, hogy ilyen irányba milyen erők állnak készenlétben, hogy milyen tervek alapján végzik a hó eltakarítását, de igyekszünk majd arról is szót ejteni, hogy miként működik a nem csak nevében átalakult közúti szervezet. Kedves nézőink, ez a műsor, tudják, azért van, hogy önökkel, akik a képernyők előtt ülnek, közösen kérdezzük meghívott vendégeinket, és természetesen, hogy a felvetésekre lehetőség szerint válaszokat kapjunk. Éppen ezért már most kérem önöket, készítsék elő a telefont, hívjanak minket, vagy küldjenek nekünk SMS-t, esetleg írjanak e-mailt a címünkre. Mondom elérhetőségeinket, bár folyamatosan a következő szűk egy órában látható lesz a képernyő alsó részén. Van két telefonszámunk is, ezen kollégáim, kolléganőim várják az önök hívását. Mindkettő 72-es körzetszám után csörgethető 510 008, illetve 510 009, ez tehát a két telefonszám. Van egy alapdíjas, tehát nem emeldíjas SMS számunk, erre küldhetnek rövid szöveges üzenetet, ez a 30-as körzet 30-30-140-es, illetve akinek internet hozzáférése van, és kedvet érez, hogy észrevételét, kérdését e-mailen keresztül tegye meg, azt tegye meg a forum@pectv.hu címre. Arra kérem ugyanakkor önöket, hogy ezúttal a pécsi, tehát az önkormányzati utakkal, közterekkel kapcsolatos munkálatokkal kapcsolatban ne kérdezzék vendégeinket, hiszen ők a régió, a megye állami útjaiért a felelősek, ez Pécsen belül, ha jól sejtem, a hatos utat érinti. Tehát nem a pécsi kezelésben levő utakról lesz most szó, hanem egy örömteli hírrel. Kedves uraim, még egyszer köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Örömteli, és talán az utóbbi napok egyik legfontosabb híre lehet mindnyájunk számára, az összes pécsi számára is, de természetesen a déli országrész lakói számára is. A múlt héten ugye bejelentették, hogy a Strabag RT által vezetett konzorcium építheti meg az M6-os autópályát. Külön aktualitása lehet ennek a műsornak, hogy előzetesen már most jelezhetjük, hiszen az adás előtt beszéltünk arról, hogy a holnapi napon írják alá az erre vonatkozó szerződést. A kérdés az, hogy mikor kezdődhet ez a beruházás? Önöki a válaszadás joga. Hát köszönöm szépen. A beruházás azon nyomban megkezdődött, ahogy alá van írva a szerződés, de tulajdonképpen már megkezdődött, mert miután a pénzügyi feltételek tisztázása szükséges volt, és körülbelül egy hónapig tartott, azelőtt már a Strabag elkezdte az előkészítő munkákat, tehát mindazokat a tervezési feladatokat, amelyek a felvonuláshoz, az építéshez szükségesek. Nekik feladatuk a kiviteli tervek, alagútnak kiviteli tervei, mint a hidak kiviteli terveinek elkészítése. Tehát tudomásunk van róla, hogy már a tervezők dolgoznak, úgyhogy ez a két hónap, november-december, ez a felvonulás időszaka lesz, és úgy néz ki, hogy amennyiben az idő engedi, akkor januárban már az alagút térségében lévő részek elkezdődnek, mert a legszűkebb keresztmetszet tulajdonképpen a legnagyobb feladat, hogy így mondjam, ilyen rövid idő alatt az az alagutaknak a megépítése. Ezen a nyomvonalon a területen található, esetleg magánkézben lévő területek kisajátítása akkor már lezajlott? Tehát ezzel már nem kell bíbelődni? Igen, itt hála Isten több időnk volt, mondjuk ez itt a
pécsieknek mondjuk az mi ennek annyira nem örülünk. Nem örülnek annyira. De itt odáig sikerült eljutnunk, hogy a területnek, ami az autópálya területnek az építéshez szükséges része, annak a 99,8%-át meg tudtuk már szerezni. Ez egy óriási teljesítmény, a korábbi években ez nem nagyon sikeredett. Van azért még olyan, ami ilyen pótkisajátítások, általában a kiviteli tervezés során a árkok szélesebbek, tehát ilyen keskeny csíkok, sávok, azok ilyen pótkisajátításban még zajlanak, de reméljük ezt is május végére, vagy május elsejére ígértük nekik, hogy elkészít, és akkor a teljes területet megkapja a kivitelező, de most már holnaptól kezdve a bőven építhet, mert minden autópályához szükséges terület rendelkezésre áll. Ön is autópályáról beszél, ennek én örülök. Sok, benne mondta, sok félreértés kering a körül egyébként, hogy mit nevezünk autópályának és mit gyorsforgalmi útnak. Ennek egészen határozott kritériumai vannak. Elmondaná ezeket nézőinknek felsorolás szerint? Gyorsforgalmi útnak nevezzük az autópályát is, meg az autóutat is. Az autópálya az a kétszer kétsávos, középen elválasztó sávval lévő út, amelynek van burkolt leálló sávja is. Tehát a két oldalán egy 3-3 méteres burkolt leállósáv van, ami az első elképzelések szerint úgy volt tervezve, hogy ez a szakasz, miután nem olyan nagy a forgalom, különösen az első időszakban, hogy a költségcsökkentések miatt itt a leállósávot nem burkoljuk aszfalttal, hanem csak mechanikai stabilizációval. Ez mit jelent, bocsáss? Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan, hogy az autópálya teljes szélessége megmarad, és nem aszfalt van, hanem mondjuk az homokos kavics, illetve zúzott köves burkolat van. Ez bizonyos költségcsökkentéseket eredményezett, de miután a kormány elhatározta, hogy a magántőke bevonásával ez az úgynevezett PPP beruházásban valósul meg, így tulajdonképpen értelmetlenné vált az ilyen tagolás, mert ők 30 évig kapják meg, tehát utána kiegészítettük az ajánlatot is, és most már megkaptuk a módosított építési engedélyeket is, tehát klasszikus autópálya lesz, amelyik mindkét oldalon, amit láttunk, kétszer két sáv, leállósávval. Ez az autópálya. Az autóút meg az, a különböző szintű autóutak vannak, ott lehet már négy forgalmi sávos autót, aminek középen csak esetleg festett sávja van, lehet elválasztott sáv is. A forgalomtól függően ott is külön szintű keresztezések vannak, de az autóutnak meg van engedve néha még szintbeni keresztezés is. De autópályán ez nem elképzelhető. Az autópályán semmi nem történhet szintben, tehát sem minden keresztezés és átvezetés, tehát dülőúti átvezetések, állatok átvezetése, vadátjárók, ezek mind külön szintben történnek, tehát ott az ember biztos lehet, hogy nem kerül eléje semmi, vagy nem kell semmilyen keresztező forgalomra, vagy bármilyenre figyelni. Most Trabag által vezérelt konzorcium, tehát ahogy ön is említette, 30 évre kapja meg a koncessziót erre az útszakaszra, amit ő kivitelez. Mennyi pénzt tesz bele? Tudhatjuk-e, hogy mi lesz a beruházás összköltsége? A beruházásnak az összköltsége az 267 milliárd, amely felüleli az összes költséget, tehát ebben van a beruházás. A magyar államnak kellett a területet adni, tehát a terület az a magyar állam költsége. Mi adtuk a kiviteli terveknek a nagy részét, mondom, csak a műtárgyakkal kell a kiviteli tervét elkészíteni, és a Strabag, illetve a koncesszió, mert azért vagy koncesszor, mert ez körülbelül 6-7 cégből, bank és kivitelező cégből áll ez a konzorcium. Ezeknek vállalták azt, hogy megépítik az autópályát, utána üzemeltetik az autópályát, 30 év alatt felújítják, ezek körülbelül 8-10 évenkénti felújítás, és a végén, amikor az autópálya 30 éve lejár, akkor még felújított állapotban adják át a magyar államnak. Tehát ezek mind ebbe a költségbe tartoznak. Van-e, önnek, nyilván van önöknek arra nézvést számításuk, hogy milyen díjazások azok, vagy milyen autópályadíjak, vagy matricák, vagy milyen összegű összegeket kell majd fizetni egy autósnak hozzávetőleg ahhoz, hogy 30 év alatt a beruházó pénzéhez jusson? Ez tulajdonképpen a visszatérítését, hogy így mondjam, a PPP rendszerben az úgynevezett rendelkezésre állási díjból áll. Tehát az autósok, akik használják az autópályát,
azok ugyanazzal a matricával használhatják az autópályát, mint az ország összes többi autópályát, tehát itt is az a matrica lesz érvényes, annyit kell majd fizetni érte ugyanúgy, mint amennyit a többi matricáért, tehát nincs semmi kivétel. Az állam meg azt vállalta, hogy bizonyos ütemezésben úgynevezett rendelkezési állási díjat fizet a cégnek. Ez jelenti azt, hogy idővel visszafizetjük az autópályának a beruházását, meg az üzemeltetését, és ez a rendelkezési állási díj az változik olyan szempontból, tehát hogyha valamilyen korlátozás van, számtalan feltétel van, tehát ha valamilyen korlátozás van, például az egyik sávot felújítják, vagy valami miatt probléma, tehát nem baleset miatt, nem Viszmajor miatt, valamilyen korlátozás van, akkor még ebből a rendelkezési állási díjból is levonás történik, tehát az állam azt fizet, hogy kétszer kétsávos autópálya tökéletesen működjön. Ha valamit kell csinálni rajta, és korlátoznak, terelnek a forgalmat, egy sávot lehet használni, akkor mind levonások vannak ebből a rendelkezési állási díjból, amit a magyar állam évente fizet. Igazgató úr, a magyar ember pesszimista, meg szeret kicsit így gondolkodni, nem nagyon valószínűsíthető, hogy bármi történik ez alatt a 30 év alatt, ami miatt bármelyik félnek el kellene állnia ettől a szerződéstől, de 30 év mégiscsak hosszú idő, hát ez egy emberöltő. Ki lehet-e lépni ebből a szerződésből egyoldalúan, vagy akár mind a két fél megegyezésével? A kilépések szigorúan meg vannak kötve, de tulajdonképpen van rá példa már, mert az M1-es autópályát ugyanígy a Győr és a Hegyesalom közötti szakasznál ugyanilyen koncesszióban épült az autópálya. Ott kicsi volt a forgalom, és a végeredményben ott megjött a matrica, meg nagyon magas volt a díj, tehát ott meg lehetett a két fél megegyezett, és tulajdonképpen ott a magyar állam visszavásárolta azt az autópálya szakaszt, és akkor lett az matricával használt. Tehát megvan ennek a lehetősége, kicsit költséges a dolog, de vissza lehet belőle lépni, elsősorban a magyar államnak. A koncesszor az sokkal szigorúbban van megkötve, tehát ő nem. Sőt, oly mértékben meg van kötve, hogy neki az időt, tehát a megépítési időt és súlyos feltételek mellett kell 2015 március 31-re, 2010 március 31-re megvalósítani. Tehát szeretnénk, hogyha ez az autópálya egy időszakra elkészüljön, és még azt is hozzátenném, hogy most fogja a minisztérium meghirdetni a Dunaújváros szekszárdi szakaszt, ahol szintén az az elképzelés, hogy az 2010 március 31-re annak is el kellene készülnie. Tehát tulajdonképpen ebben az időszakban Dunaújvárostól Pécsig elkészülne az autópálya. Erre érkezett erre vonatkozólag is egy nézőkérdés, hogy miért nem a Szekszár-Dunaújvárosi szakaszt, ezzel kezdték ezt? Ez, hát nem nagyon szeretek olyat mondani, hogy bizonyos politikai döntés, de ez még Toller képviselő úrnak volt az egyik érdeme, aki ezt a részt forszírozta, mert akkor, ha ezt megépül, akkor biztos, hogy a másik darabját is megépítik. Nem rossz taktika. Ami be is következett, mert azt is meg kell építeni, mert teljes mértékben értelmetlen tulajdonképpen, hogyha ezt a kettőt nem kapcsoljuk össze. De ezzel tényleg elérte azt, hogy a másikat most sürgősen meg kell építeni, miután ez ajánlatba, építésbe kerül, az is most rögtön megvalósításra kerül, és akkor megvalósul az egész szakasz. Még egy kérdés a koncesszió szerződésről. A koncesszor mondhatja-e azt, hogy mit tudom én, 5 év tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy 30 év alatt neki nem térül meg, tehát nem jó üzlet, húzzuk egy kicsit ezt a dolgot, húzzuk mondjuk 35 évre vagy 40 évre, és majd csak utána adja vissza kezelésbe az államnak. Nem, a lehetőség az megvan, hogy ezt a koncesziót meghosszabbítsák, tehát a későbbi időszakban. Minden ilyen megállapodáshoz a két félnek a megegyezése szükséges. Tehát ő egy oldalról ezt nem javasolhatja. Ha a magyar állam elfogadja, akkor lehet változtatni rajta, de ha a magyar állam keményen kitart, akkor neki tartani kell ezeket a feltételeket. És ki is kitart a 2010 március időpontot tekintve is. Ugye bizonyára megértik, nekünk ez itt Pécsen létkérdés, vagy húsba vágó kérdés a kulturális fővárosi év kapcsán. Igen, tehát ez tulajdonképpen az is szerepet játszik benne, meg tulajdonképpen még van egy kötelezettség az 5C
a folyosónak is egy részét meg kell építenünk, tehát ez a darab, az M6-os darab, az annak is része, és reméljük, hogy azért majd tovább épül, mert a horvátok a határ másik oldaláról már erősen közelednek felénk, tehát itt is megint egy kis darab, van egy 19 kilométeres darab, amit reméljük ehhez hozzá lehet csatolni, és akkor már még hosszabb az autópálya használhatósága. Hogy az is eldőlt, hogy az alagutas földhidas megoldásokkal épül meg ez az autópálya. Nem tudom, hogy most nem Szárszky úrhoz kell lefordulnom a társaság projektvezetőjéhez. Én azt kérném, hogy egy picit közérthetően úgy, hogy én is megértsem ezt a nyomvonalat, hogyha egy kicsit felvázolná, hiszen még mindig sokan azt hiszik, hogy ez követni fogja például a mostani hatos út vonalát. Rendben, erről nem tudok nyilatkozni, talán annyi háttérmagyarázat, hogy a szervezeten belül, akit képviselünk itt ketten, a NIV ZRT-n belül a gyorsforgalmi és a közutas, tehát a nem autópálya beruházások külön igazgatóság alatt futnak. Kettő között nincs átjárás, így erre nincsen kompetenciám. Erre is nekem kell válaszolni. Így van. Örömmel hallgatjuk. Tehát ennek az egész szakasznak a tervezése már évtizedek előtt kezdődött, de kicsit komolyra fordult 1998-ban, amikor készült egy hálózatfejlesztési tanulmány, amely vizsgálta ennek a térségnek térségben az autópálya nyomvonalat. 99-ben készült el egy tanulmányterv, ami három változatot vizsgált. Az egyik változat az ettől a változattól, ami most megépül, és lényegében Vémény és Palota-Bozsok között halad át, attól az egyik nyugatabbra volt, tehát fölment magasabban a hegyek környék. A másik változat az pedig lement a Dunához, közelebb Mohácshoz, és volt ez a közbenső változat. Most ez a három változat akkor úgynevezett egyszerűsített előzetes környezeti hatástanulmányra lett beadva, akkor a helyiek megvitatták, itt a megyei és a önkormányzatok, polgármesterek számtalan tanácskozást tartottak, és akkor megállapodás az volt, és végül a vizsgált nyomvonal, vagy továbbvizsgálásra alkalmas nyomvonal, ez volt ez az úgynevezett C-változat, ami most tulajdonképpen megépült. Erre kellett elkészíteni utána a részletes környezeti hatástanulmányt, és ebben is annak a tanulmánytervét, tehát ebben az időszakban dőlt el az, hogy ebben a térségben megy a nyomvonal. De ezen a nyomvonalon vagy sávon belül részletes vizsgálatok folytak, mert ebben a térségben, helyiek biztos ismerik, a völgyek és a hegyek, dombok, azok a Dunára merőlegesen haladnak, tehát a mi Pécs felé jövet, ezeket merőlegesen metszük, tehát van egy domb, az mellette egy viszonylag mély völgy, és ezeket kell keresztbe metszenünk. Most az első ötlet természetesen az volt, mint az összes többi változatnál, vagy útnál, hogy bevágásba és töltéssel csináljuk. Na most meg is született egy ilyen hosszervény, meg is lett vizsgálva, és az jött ki, hogy ebben az esetben nagyon sok föld van, amit el kell szállítani, ez olyan 5-6 millió köbméter lett volna, amit el kell szállítani. Megnéztük, hogy hova lehetne ezeket elhelyezni, és miután ebben a térségben azért elég sok értékes terület van, nagyon messzire kellett szállítani, Pécs Vasas térségében van a rádióaktív hulladékok, vagy a bányának egy... Ez egy szénbánya volt. A szénbánya volt? Odáig, tehát ez körülbelül 35 vagy 40 kilométer, és ha ilyen kisebb mennyiséget el lehetett a környéken is helyezni azért, de ilyen messzire kell ezt a földet elszállítani, akkor mind a lakosság, mind az utak tönkre mennek, tehát ezeknek a költségei is szerepeltek benne. Tehát ez valami más megoldást kellett keresni. Akkor jöttek, hogy a következő lépés, hogy építsünk támfalakat, aki járt a Balaton partján, a Balaton M7-es úton, ott számtalan ilyen támfal volt, az csökkentette a mennyiségeket, de ugyanúgy még a költségek is magasak voltak, és akkor jött a megoldás, hogy próbáljuk meg alagúttal. Az alagutat messze menően támogatták a környezetvédők, tehát úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 20-25 méter magas töltések keletkeztek volna a völgyekben, tehát a völgyek így lezáródtak volna, és a
ott még az volt, hogy ezek a hatalmas nagy töltések, amiken 20-25 méteres töltések, ezeknek nagyon hosszú ideig tart az ülepedése, a süllyedése, tehát az altalra összenyomódása. Számítások azt mutatták, hogy körülbelül ez a 20 méteres, 25 méteres töltése egy métert nyomódik össze, és ez nagyon hosszú időszak. Ez körülbelül 2,5 év lett számolva a talajmedikusok által, és akkor is még csak a 90%-a bonyolódott, vagy történt volna meg, és a következő az jóval lassabban, de az is körülbelül olyan 10-12 centi lett volna, ami azt jelenti, hogy a burkolat is összetöredezik, mert 10-12 centi után. Tehát a magas töltéseknek a talajmedikai szempontból hátránya volt. Ekkor jöttek azok, hogy ezekben a völgyekben akkor hidat építsünk, és akkor a földmunkacsökkentés meg az alagutaknál, tehát a környezetvédők ezt messze menően támogatták. Ja, nekem úgy tűnik, hogy ez még költséghatékonyabb is. Tehát most, hogyha én mint laikus hallgatom önt... Igen, akkor... tehát kiszámoltuk tehát azzal, hogy ez kedvező költséggel. Kétségtelenül, hogy ebben van azért egy alagút fenntartás, ami Magyarországon még újszerű, ugye, mert közúti autópálya alagút nem volt. De hát miután ez az osztrák partnernek, aki 30 évig fogja üzemeltetni, ez nem probléma, mert nagyon sok osztrák alagút van, ahol csinálják. Aztán 30 év alatt csak kell tanuljuk, és utána majd át tudjuk venni. Tehát ez nem jelenthet. Kérünk tanácsot a horvátoktól, ott is számtalan. Ott is sokan, igen. Mindebben a projektben, ebben az egész autópálya beruházásban, amiről most döntés született, mi a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT átfogó feladata, és nem állom meg, hogy meg ne kérdezem, hogy pontosan akkor Szárszói úrnak ezen belül, mint projektvezetőnek mi a feladata, mert nagyon szeretném önnek is megadni a szót. De, tehát akkor még egyszer hangsúlyozom, igen. Tehát a gyorsforgalmi utakra vonatkozóan egy önálló igazgatóság van, ez csak az autópálya és a hozzá kapcsolódó kisebb közúti beruházások, ami nálunk van a közúti igazgatóságnál, azok az egyéb úthálózati elemeknek a fejlesztése. Tehát magyarán, ami a bevezetőben elhangzott a 11,5 tonnás burkolat megerősítési program, ugye 6-os út, 56-os út, tulajdonképpen a gyorsforgalmi úttal párhuzamosan, vagy egy pécsi példát említve, ugye átadásra került a Fehérhegyi csomópont, ugye jelzőlámpás kialakítással most épül, a Szentlőrinci jelzőlámpás csomópont, tehát minden egyéb, ami nem gyorsforgalmi úthálózat. Vagy bőven lesznek még önhöz is kérdések. Jó, rendben. Csak hogy tisztállátás miatt, hogy elválik elég mereven a kettő, és nincs átjárás a két szervezet között. Igen, sokfajta út van, ugye azért említettem a kedves nézőinknek is a műsor elején, hogy egy bizonyos típusú utakkal kapcsolatos ez a mostani fórum is. Mondanám elérhetőségeinket még egyszer, bár szép számmal érkeznek a kérdések. 510-008 és 510-009, ez két telefonszám, ahol kolléganőim várják az önök hívását, kolléganőim, hangsúlyozom, hát ha itt több hívás érkezik. 30-as körzet 30-30-140, ide küldhetnek rövid szöveges üzenetet, és a fórumkukat pécstv.hu címre küldhetnek nekünk e-mailt. Fordulok a másik oldalra, ezúttal nem politikai értelemben. Az autópályára természetesen még visszatérünk. Milyen, de ezt természetesen önhöz is szólhat ez a kérdés, milyen egyéb közúti fejlesztések kezdődhetnek, vagy érhetnek véget 2008-ban, hiszen lassan 2007 novemberét, tehát az év végét írjuk. Hát én akkor egy-két gondolatot hagy mondjak, ahogy Szászlói urat kiegészítsem, illetve az új szervezeti rendben ez úgy történik, hogy a Magyar Közút KHT megyei igazgatósága a programoknak az előkészítését végzi, és ezeknek a feltárását, olyan értelemben, hogy nem a program megvalósítását, mert az a NIF ZRT-nek a feladata, hanem koncepcionálisan a megye specifikus területeit figyelembe véve végezzük ezeket a fejlesztési elképzeléseket. Ezeknek a fejlesztési elképzelések utána különböző szűrőkön átkerülve megvalósításra kerülnek a NIF ZRT által, tehát amit Szárszói úr is itt mondott, a 11,5 tonnás megerősítés az 56-os út vonatkozásban, az például egy ilyen fejlesztés, de hát én nem szeretném az ő kenyerét elvenni. De hadd kérjem azt, hogy ne 56-os útról beszéljünk, mert ahogy én nem tudom, úgy nézőink. Akkor a Mohácsi út. Mohácsi út. Köszönöm szépen. Szexádúzra. Mi olyan
előkészítéseket tettünk és teszünk, ami hát inkább a burkolatfelújítások tekintetében valósultak és valósulnak meg. Hát ebben az évben azt tudom mondani, hogy nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy mintegy 10 kilométernyi úthálózatnak a burkolatát sikerült felújítani. Ez megyeszerte több helyen megvalósult, illetve hát a jövő évben még további 9,6 kilométer már szinte biztosnak vehető, hogy további burkolat felújításra sor kerül. Ezeknek a munkáknak a kiírása az december elején történik meg, a közbeszerzési kiírása, tehát minden bizonnyal olyan április környékén, május környékén ezek a munkálatok is elkezdődnek. Ezek nagyon fontosak, hisz a bevezetőben ön is mondta, hogy elég rossz állapotúak a burkolatok. Ez így van, már nehéz üzemeltetni is, és hát ezért nagyon örülünk, hogy ezek a burkolatfelújítási munkák elkezdődtek. Hát ezen belül természetesen hát Pécshez kapcsolódóan, amit elhangzott a balesetveszélyes csomópontokra vonatkozóan vannak elképzeléseink, konkrétan beavatkozásra vonatkozóan, amiknek hát a különböző forrásait meg fogjuk találni, hisz hamarosan kiírásra kerül a Regionális Fejlesztés Ügynökség részéről egy közlekedésbiztonsági programhoz tartozó csomópont felújítás, amiben hát nagyon szeretnénk, hogyha Baranya megye is kellőképpen kivenni a részét, és vannak bőségesen olyan csomópontjaink, amiket szeretnénk egy kicsit korszerűsíteni, illetve biztonságosabbá tenni. Nézzünk akkor most két nézői kérdést, illetve észrevételt. A 251-821-ről kérdezi nézőnk. A Pellérdi szőlőhegyen 10 éve nem kap építési engedélyt, mondván autópálya épül majd arra. Valóban arra is épül majd az autópálya? Hát a Pellérdi szőlőhegy az ugye a város nyugati részéhez tartozik, várostól nyugatra eső rész. Igen, abban a térségben is fog épülni autópálya, sőt az első elképzelések szerint, és mi is úgy terveztük az M60-as autópályát, hogy az Bojtól egészen Szentlőrincig tartana, de ennek a jelen pillanatban, amit beruházásként a PPP-ben adtunk, tehát meg fog épülni, az a Boj és a Pécs déli csomópontja az 58-as úti csomópontig épül meg. Elkezdtük ennek a folytatását is, amely Pellérd mellett termő, ott halad el, de utána ez leállításra került, és ez majd egy későbbi időszakban lesz megépítve, miután a 2007-től 2013-ig tartó programban ez nem szerepel, tehát annak ellenére, hogy elkezdtük, vannak többen olyanok vannak, akiknek a területét már meg is vásároltuk, de sajnos a többiek ilyen szempontból érzékeny hátrány szenvednek, mert ugyan kell nekünk a területük, de viszont most nem tudjuk megvenni. Egyébként is kérdés az, hogy napirenden van-e ez a bizonyos kertvárost megkerülő út az 58-as felé. Hát az ott élőknek ez neurologikus kérdés, a forgalom miatt is, hiszen ott elég komoly kamionforgalom van, például Nagy Imre út környéke. Igen, tehát miután eldőlt, hogy az 58-as útig építünk, a másik társaság most a Szárszonynál készülnek, illetőleg Pécsvárosnak voltak javaslatai, hogy hogy lehetne ezt a forgalmat az a kertvárosi rész elkerülni. Az egyik változat az volt, hogy építsük meg az autópályát legalább fél szélességben egészen Szentlőrincig. Hát természetesen ez a legnagyobb költség, tehát ez nem igazán ment. Másik javaslat az volt, hogy ne építsük meg csak Keszűig, tehát ez még mindig Pellérd előtt van Keszű. A harmadik változat, ami feltétlenül megvalósul, az az, hogy a 58-as úttól délfelé haladva Kökény Keszű mellett lévő utak kiépítésével a Pécs melletti elkerülő úthoz csatlakozna vissza már a kertvárosnak a nyugati oldalán. Tehát ez a forgalom, amelyik kimondottan elkerüli Pécset, mert Pécsnek azért nagy vonzás körzete van, tehát nagyon sokan mennek Pécsre és indulnak Pécsről. Tehát aki igazán elkerüli, az nem olyan jelentős forgalom, ezen a vonalon mehetne el. Ennek a vizsgálata folyik, ennek a tervezését el kell majd kezdeni, ez is majd a másik igazgatóságunknak lesz a feladata, és gondolom a helyiek is ebben még közreműködnek, hogy ennek a megoldása hogy történjen.
de ez napi rende van ez a kérdés. Igen, hogyha a városrész lakói elégedetlenek, akkor az egész város hangulatára rá tudja nyomni a bélyegét, úgyhogy addig, hadd kérdezzenek, hogy addig is, amíg ez meg nem valósul, miután nálunk nem igazán van olyan interaktív fórum műsor, ahol erre vonatkozó kérdés ne hangoznék el a nézők részéről, hogy mi lesz ezzel a résszel, nagy a forgalom, tönkreteszi a nyugalmukat a kamion forgalom, hogy esetleg, amíg az elkerülő út meg nem valósul, vagy bármilyen megoldás, zajvédő falak kialakítása nem jöhetne esetleg szóba, vagy bármilyen megoldás. Az autópálya elég messze van a beépített területektől, tehát itt volt elég helyünk, hogy eltávolodjunk, de ennek az elkerülő változatnak, miután ez 2010. március 31-ig fog az autópálya megvalósulni, és ide jönni a forgalom, addigra ezt is bizonyára meg lehet csinálni. Tehát ezek meglévő utak szélesítése, esetleg burkolat megerősítése, esetleg némi nyomvonal korrekciók, de ezt ugyanúgy meg lehet, ez egy év alatt biztos meg lehet csinálni. Tehát ezt bizonyára Pécs el fogja érni, hogy ezt a kiépítést az autópályával egy időben meg lehessen valósítani. El fogjuk érni, Szászúja? Tehát annyi kiegészítést tennék, hogy Pécs városa pontosan érzékelt ezt a problémát, amiről Petki úr is beszélt. Ugye hivatalosan megkereste a GKM-et, hogy miután köztudottá vált, hogy az 58-asig tart az autópálya, akkor mi a teendő? Hiszen a Maléter párút, illetve az 58-as útnak igen tekintélyes már most is a forgalma. Egyrészt várjuk a GKM válaszát, ugye ezeket a nyomvonal változatokat majd meg kell vizsgálni, nyilván ez nem rövid táv, viszont a 11,5 tonnás program keretében közbeszerzési eljárás alatt van a teljes baranyai szakasznak a tervezése a 6-os útra. Pécs olyan tekintetben speciális helyzetben van, hogy a mostani 6-os út kimaradt a programból, viszont alternatívaként a keleti elkerülő út, a Kanizsai Dorottya, tehát az 57-es út, Maléter párút az átadott délnyugatig benne van a tervezésben, tehát ott nyilván majd a várossal, az ott lakókkal, akkor a környezetvédőkkel szükséges egyeztetések majd lezajlanak. Tehát ehhez a döntés előkészítő, ahol megfogalmazzuk majd a GKM számára a teendőket, ezek 2008 első fél évében már elkészülnek. Tehát Pécs városával ott fogunk akkor egyeztetni természetszerűnek. Jó, hogy említett a Kanizsai utat. A Kanizsai úttal kapcsolatos a következő nézői kérdésünk, vagy az egyik nézői kérdés, hogy ez Pécs vagy a megye útja, kérdezi nézőnk. A képviselő, gondolom a területi képviselő 3 éve nem válaszol az út Árpádvárosi problémáira, a közútkezelő sem, írja nézőnk telefonszámmal. Az országos közút, ha az 57-es utat nézzük, a Kanizsai Dorottya útra és az 57-es útra vonatkozóan több probléma fölmerült itt, különösen a forgalombiztonsági kérdések azok erőteljesen előjöttek az utóbbi 2-3 év vonatkozásában, de hát azok az intézkedések, forgalomtechnikai intézkedések, amit tettünk itt, különösen a záróvonalak meghosszabbítása, a prizmák elhelyezése, a várossal közösen ennek a csomópontnak a sebesség kijelzővel való ellátása, ez nagyon pozitív hatást tett a forgalombiztonságra, és jelentősen lecsökkentek itt a balesetek. Most nem tudom pontosan a néző mire gondol, hogy milyen problémák voltak. Én azt kérem, hogy írjon nekünk, és mi természetesen válaszolunk a kérdésre. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen. Kis úr, nem csak azért, hogy ön is megszólaljon, hanem azért, mert szerintem egy ilyen stratégiai kérdésben azért önt illeti a szó, ha már ugye az 58-as útról beszéltünk. Nagyon sokat jelentene a városnak, nem csak Európa kulturális fővárosának, hanem Pécsnek, mint olyannak, hogyha a reptértől a városig vezető út sem kétsávos lenne, hanem négysávossal alakulhatna. Van erre esély, remény, esetleg ígérete? Én azt hiszem, hogy erre is Szárszói úr tud válaszolni. Én nagyon örülnék, hogyha ez megvalósulna. Itt jó hírekkel szolgálhatok, tehát itt a kiviteli tervdokumentáció és az engedélyek, területek rendelkezésre állnak. Itt az említett Pécsváros levele a GKM felé azonban egy picit módosít a műszaki tartalmon, és reménypusztán áll egy, tehát korábban ott egy hagyományos csomóponti kialakítást terveztünk, itt a város egy körforgalmú csomópont kialakítását kezdeményezte. Valószínű, hogy a GKM válasza ez irányban pozitív lesz. Akkor az engedélyünket, tervdokumentációt módosítanunk kell. Szerintünk ez egy 2-3 hónap
és onnantól kezdve már csak döntés. Tehát benne van a közop első akció programban, ez jövő évben már a kivitelezés is megkezdődhet. Tehát az év második felében. Igen, 2008 második felében elkezdődhet a négysávossal. Hát van egyfajta kényszer is, mert itt az autópályához, tehát ráadásul ez ugye a repülőtérig tart, és az autópálya az közben van, tehát a mi tervünk mintegy egy kilométert nem is tartalmaz, mert az az autópálya terben van benne, a csomópont miatt ott egy hosszelvényi, tehát magassági korrekciót kell kiépíteni, a meglévő út burkolat szintjét süllyeszteni kell, mint egy 40-50 cm-re. Tehát itt össze kell hangolni. Szóval mi az autópálya csomópontban már úgy terveztük, hogy az egy kétsávos utat vezet át. Tehát ez is egy kicsit kényszer volt, hogy a csatlakozást... Örülünk mi ezeknek a kényszereknek. Néző észrevétel szintén a kérdés, hogy mi lesz az 56-os út Bár és Dunaszekcső közötti szakaszával, mintha annak már el kellett volna készülnie. Ez a 11,5 tonnás, amiről az 56-osnak neveztük, ez ugye Szekszárd, Várdomb, Bátaszék, aztán Baranya megyét érintve Mohácson keresztül le Udvarig. Itt ugye hát korábbi tervekkel ellentétben megbontásra került, tehát egységes kiviteli terv készült a teljes 56-os útra, Szekszártól a határig, 6 szakasza lett megbontva és tendereztetve ezáltal, 3 szakasz kivitelezés alatt van, ebből a Baranya megyét érintő, ami a megye határtól Dunaszekcsőn áttart egészen Bár határáig, de Bár területét már nem érinti, annak a műszaki átadása jövő hét hétfővel megkezdődik, tehát tulajdonképpen készen van, ott már csak a hatóságok kívánalmainak kell megfelelnünk. A további határig tartó szakasznak pedig az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárása folyamatban van. Tehát március közepén ott a munkagépek felvonulnak, és év végéig befejezik a visszalévő szakaszokat. Köszönöm szépen. A média gyakran, hogy úgy fogalmazzak, ráugrik az olyan témákra, főleg amióta járművekre szerelhető videók is vannak, hogy ugye vannak az országban különösen, vagy az átlagosnál jóval veszélyesebb útszakaszok. Ilyen például az Árpád-tető és a Sikondai ágazás közötti útszakasz. A közútkezelőknek, vagy úgy mondom, hogy a közútkezelő szakembereknek van arra néző stratégiájuk, hogy hogyan lehetne ezeket a veszélyforrásokat csökkenteni, vagy hogyan lehetne ténylegesen kevésbé veszélyessé tenni ezeket az utakat. Nem mindig az önök felelőssége, nem akarnám önökre terhelni ezt, hiszen nagyon sokszor nem az útburkolattal, hanem a közlekedési attitűdökkel van ez inkább összefüggésben, hogy ki hányszor esik el egy úton, vagy hogy hány halálos baleset történik egy-egy útszakaszon, de hát önök, mint a közutak kezelői, nyilván valamilyen felelőssége ez irányba is rendelkeznek. És nyilván koncepcióval is. Igen. A következőt lehet erre be a kérdésben igazán mondani, hogy minden évben elkészül egy baleset ellenzés a megye összes úthálózati szakaszára, és ezek a baleseti gócpontok feltárásra kerülnek, és ezeknek a baleseteknek, amik ott megkövetkeztek, egy elemzése történik meg, mely teljesen exakt módon meghatározza azt, hogy esetleg milyen olyan további beavatkozást kell a forgalmi rendbe tenni, hogy a balesetek elkerülhetőek legyenek. Ezeknek a vizsgálatoknak és balesetelemzéseknek azért az a legnagyobb ismérve, hogy a járművezetők gyorshajtása okozza ezt a baleseti szám növekedést, és az ön által is mondott szakaszon valóban jelentős mértékű baleset növekedések tapasztalhatóak voltak. Mi ekkor a forgalomtechnika eszközeihez tudunk nyúlni, sebességkorlátozás, további előzési tilalmak, tehát tulajdonképpen egy kicsit még nehezítjük a közlekedők eljutását azzal, hogy lassítjuk őket, illetve hát azokat az üzemeltetési problémákat, vagy az üzemeltetés által leküzdhető problémákat természetesen megtesszük, ami ilyenkor szükséges. De ezen az útszakaszon valóban az következett be, és következik be, hogy a járművezetők nagyon gyorsan hajtanak. Egy élő példát hagy mondjak, ez a nagykozári csomópont, ahol a sebességeket mértük. Tehát a sebességkijelző mérte a sebességeket, még most is, mind a két irányba, és hát nagyon szomorú tapasztalatunk van. Most az a kirívó eset, hogy 160 fölötti tempóval mennek a csomópontba,
nem sokan, hárman, négyen, de a jellemző az volt, hogy a 70-es sebességkorlátozást messze nem tartják be az autósok. Ez nem tesz különbséget a jármű kategória között, ez más módszerrel mér, de a 70-es sebesség korlátozást, amit a csomópontban be van vezetve, 90-100 közötti tempóra lehetett beazonosítani. Tehát, és tervezzük természetesen a továbbiakban is azt, hogy különböző helyeken mérjük majd a sebességet, megpróbáljuk a rendőrséggel ezt közösen végezni, megfigyelő kamerákat elhelyezni, amelyek aztán hát akkor már nyilván is tartják, aki gyorsan hajtott. Tehát ez irányban próbálunk tenni, hogy a közlekedők tartsák be azokat a közlekedési szabályokat, ami az ő biztonságuk érdekében vannak bevezetve az úthálózaton. Az jutott erről eszembe, persze nem feltétlenül ide tartozó téma, hogy valamikor közlekedési, tömegközlekedési cégeknél működtek úgynevezett közlekedés lélektani állomások. És ez csak azért jutott eszembe, mert szerint nekem meggyőződésem, hogy bizonyos útszakaszok, illetve az azokon történő haladás, az független attól, hogy milyen az útburkolata, egyszerűen arra csábítja az embert, hogy odalépjen a gáznak, vagy odahúzza a gáznak. Tehát ezek pszichológiai kérdések. Lehet, hogy magának az útszakasznak az átalakításával lehetne megoldani. Nyilván nem ez a legolcsóbb megoldás. Egyébként azt mondják, hogy az önök által most jó hírként idehozott ugye, autópálya, ez egy szép autópálya lesz. Tehát ez az ország egyik legszebb autóútja. Beszéltünk erről itt adás előtt, hogy lehet akármilyen csak már meg lenne. Lehetne egy picit csúnyább is. Igen, tehát mondjuk ez a magyar gyakorlatban az a Geresdi szakasz, amelyik alagutak és völgyhidakból fog összetevődni, mert kijövünk az alagútból lényegében rövid időn belül, hogy völgyhidra szaladunk rá, az tényleg mondjuk egy olyan szakasz lesz, ami egyedülálló Magyarországon. Persze aztán később lesznek még ilyen alagutas szakaszok, mert egyre inkább most már Sopronba is akarnak, kell egy ilyet csinálni, Budapest M0 gyűrűjénél is lesznek alagutas szakaszok, de eddig a magyar ipar nem vállalkozott arra, hogy alagutat építsen, most már van rá lehetőség, elkezdődik, tehát mondjuk azok a nehezebb pontok, amiket nem tudtunk eddig megoldani, mert ugye az 56-os út a meglévő, az tényleg a településeken ment keresztül, hogy az tényleg nagy telkamionok forgalmát nem volt megfelelő, tehát itt most mondjuk egy olyan pálya fog épülni, ami szép környezetben épül, és megfelelő művességgel lesz megépítve. Úgy legyen. A prognózis szerint idén talán mintha kicsit keményebb terünk lenne majd, mint amilyen volt tavaly. Tavaly összesen nem hullott annyi hó, amennyi az elmúlt napokban már lehullott. Most fordulok akkor önhöz, kis úr, hogy mennyire sikerül, hogy tűnik, vagy látszik, mennyire sikerül felkészülni az idei télre, ami lehet, hogy tényleg kemény lesz. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag megvártam, míg a kollégák fejlesztették a hálózatunkat, és megépült az autópálya. Nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a létesítményeket üzemeltessük, és karban tartsuk úgy télen, mint nyáron. Tehát egy pici munkamegosztás változás van a Magyar Közút KHT-nál, és ezen belül egy mielőtt a kérdésre válaszolnék, hogy egy kicsit képbe hozzam a nézőket, hogy én miért hallgatok itt olyan sokáig. Gyakorlatilag ez a szervezet kapta ezt a feladatot, hogy szolgáltasson ezeken a megépült utakon, és biztosítsa a közlekedők részére a járhatóságot és a közlekedés biztonság feltételeit. A megyei igazgató kollégám az, aki meghatározza ezeken az utakon a forgalmi rendet, mi pedig üzemeltetjük és karbantartjuk, ahogy említettem télen-nyáron, növényzetgondozástól kezdve azon vízelvezető létesítmények karbantartására, ami az építés során kialakult. A téli időszak az nálunk a kritikus, gyakorlatilag 5 hónapot ölel föl, hiszen itt teljes 125 napon keresztül kell, és ez szombat, vasárnap, szilveszter, karácsonyt is felöleli, azt a feladatot végeznünk, hogyha kialakul az időjárás következtében a síkosság vagy a hó eltakarításának a szükségessége, akkor ennek meg tudjunk felelni, hogy bárki, aki elindul ebben az időszakban, elérje a célját, illetve tudjon utazni ebben az időszakban is, és a gazdaság tudjon teljesíteni. Az idei tél az egy nagyon érdekes
szituációval indult, hiszen megszoktuk a tavalyi téllel, hogy már januárban hóvirágot szedtünk, és az elmúlt időszakban, ebben az elmúlt télben összegészében mintegy 1000 tonna sót használtunk föl. Most ebben a két napban, ami volt, szintén 1000 tonna só ment ki az utakra. Itt az egész régiót értem, hiszen egy régióban kell most már a szolgáltatásokban gondolkodnunk, tehát nem csak Baranya megye úthálózatán, hanem hozzánk tartozik a Tolnai, a Somogy megyei és a Nagykanizsai üzemmérnökség területe. Ez felöleli a 7-es főútnak mintegy 200 kilométeres szakaszát, a 61-es útnak mintegy 220 kilométeres szakaszát, és a 6-os útnak is egy körülbelül 180 kilométeres szakaszát. Ezek a legfontosabb főutak. Az észak-déli két számjegyű főutakkal együtt, ez körülbelül egy 4700 kilométeres úthálózatot jelent, amit most nekünk szolgáltatóként kezelni kell. A téli időszakra ezen utakból 1660 kilométer az, amely sózott útként kerül kezelésre. Ezek a legbiztonságosabbak, hiszen itt 24 órás szolgálatban látjuk el a feladatot, és sóval mentesítjük az utakat, és takarítjuk el a havat folyamatosan. Vagy erre még térjünk vissza, hogy nincs ennek alternatívája, mert nézői kérdés is érkezett. Igen, hát próbálkozunk mi sokféle minél hatékonyabb eszközzel és minél környezetkímélőbb eszközzel. Egyrészt a technika most jelen pillanatban azt teszi lehetővé, hogy a kiszort mennyiséget próbáljuk megcsökkenteni, és a nátriumkloridnak egyfajta alternatívát jelenthet a kálciumklorid, illetve ennek oldatban történő kiszórása, amely a megtapadást és a mennyiségi felhasználást tudja csökkenteni, illetve a tapadást tudja növelni. Tehát mi is arra törekszünk, hogy környezetkímélő eszközöket szerezzünk be, és ezek az eszközök, amiket mi használunk, most már a 10 g per négyzetméter só kiszórására is alkalmasak, tehát egyre finomabb eszközökkel tudunk dolgozni. Ebben a télben gyakorlatilag egy újfajta szervezeti információs rendszert is ki kellett alakítanunk, ennek még most folyik a próbája, most szerzünk vele tapasztalatokat, hiszen egy regionális ügyeleti rendszert alakítottunk ki, és ez megszűntek a korábbi megyei ügyeleteink. Most itt Pécsett van egy regionális ügyelet, illetve a 12 szolgáltató üzemmérnökségünkön a tél folyamán 24 órás műszaki ügyeletet tartunk. Tehát közelebb próbáltuk vinni a szolgáltatást a területen élőkhöz. Tehát ha esik a hó, ha nem esik a hó, akkor is önök ügyeletben. Mi 24 órás szolgálatban most ezt a szolgálatot, tehát ügyeleti szolgálatot végezzük. Ebből voltak most az első alkalommal, azt hiszem, olyan tapasztalatok, amiket majd meg kell szívlelnünk, hiszen megszokták az emberek, főleg a megyei tudósítók, rádió, tévé. Ilyen szempontból egy picit most furcsa volt az, hogy a régió központban kellett érdeklődni, és hát őket nem kevésbé érdekli még a régiós úthálózat állapota, mind inkább a megye, vagy lokálisan egy-egy területen az utak járhatósága, állapota, látásviszonyok. Tehát még voltak problémáink, egy kicsit a belső információ áramlásunk is még zötyögött, de remélem, hogy ezen sikerül javítanunk, és megfelelő tájékoztatást tudunk nyújtani a közlekedők részére, úgy lokálisan, mint általánosságban a hálózatról. Volt-e már most olyan ezen a télen, amikor a társaságnak hóekéket kell bevetnie? Illetve ezt gondolom, hogy nem is minden útszakaszon valósítható meg. Igen, ez egy nagyon érdekes időjárási jelenség volt, ez a mediterrán front, ami most megközelített bennünket. Egyrészt szinte a teljes dél-dunántúli régiót érintette, és ezen kívül az ország egyéb területeire nem is terjedt ki. Tehát gyakorlatilag a 12 üzemmérnökség területét érintően nagyon komoly munkavégzés zajlott, és hát bizony a mecsek és a zselic magasabb pontjain 15-18 centi vastagságú hó volt, és hát ami eddig az elmúlt télhez képest is egy picit ilyen szempontból, ez mindig azt jelenti, hogy mi is ellustulunk, ha nincs tél. Nem kellett bevetnünk a vontatott hóekéinket, most viszont ezen a hétvégén bizony a Szentlőrinc-sájai térségben a vontatott hóekéket is elő kellett vennünk, annak érdekében, hogy a bekötő utakat is meg tudjuk tisztítani. Köszönöm szépen. Azt javaslom, válaszoljunk most meg néhány nézői kérdést, hiszen érkeztek szép száma. Én láttam Márki úr jegyzetet is.
Azért ezeket ismertetem még egyszer, ha valaki nem látta volna. Nyaka Lajos kérdezi, a keleti városrészt hogy csatlakoztatják az autópályához? Ez ugye a mi esetünkben ugye a messzesi területeket jelenti, egy Pécs keleti városrészt nyugodtan mondhatjuk így. Igen, ennek a Kozármisten térségében készül egy új csomópont, tehát nem a Újpetre felé menő úton, hanem független egy új helyen, és Kozármistent elkerülve adunk kapcsolatot Pécs város keleti városrészhez, tehát nem is Kozármisten, ami egy hosszan elnyúló település, hanem mellette egy új nyomvonalon épülő út fogja bekapcsolni Pécs keleti városrészét. Köszönöm. 28-28-92-10-ről érkezett a kérdés. Pécs homoktetői telkemre 4 éve változtatási tilalomban elrendelve, mondván itt fut majd az M66-os kérdésen. Mikor lesz ebből valami? Meddig tarthatják tilalom alatt, ha semmit nem csinálnak rajta? Most M66-os volt, de azt hiszem M60-as gondoltam. Nyilván, igen. Tehát most már tulajdonképpen teljesen egyértelműen meg tudjuk mondani, hogy mi az a terület, amire szükség van. Most kéne pontosan tudni, hogy az illetőnek hol van a telke. Tehát a 58-as útig terjedő szakaszon azt meg is vásároltuk, utána lévő szakaszon még pontosan tudjuk, hogy mit kell megvenni. Tehát ennek függvényében lehet a korlátozást csökkenteni. Jó, akkor zárjuk rövidre a javaslatot, mondjuk egy telefonszámot, ha a nézőnk ezt megkérdezheti, speciálisan az ő telkére meddig tarthatják fenn a tilalmat. Tehát hol érdeklődhet? A 43-68-100-nál, tehát a mi vállalatunknál, de szükségünk volna a helyrajzi számra, hogy hol van ez milyen helyrajzi számon és körülbelül milyen térségben van. Mert ha nem az autópálya közvetlen térségében van, akkor viszont nem tudjuk majd megmondani, csak azokat tudjuk megmondani, amiket effektíve érintünk is. Jó, tehát akkor homoktetőről érdeklődő nézőnknek mondom még egyszer a telefonszámot, tehát ez egy budapesti szám 061-43-68-100-as. Itt érdeklődhet. Köszönöm szépen. Mikor teszik járhatóvá a 6-os Pécsváradi szakaszát? Miért nem építenek ide zajvédőfalat? Szárszói úrral közösen fogjuk tudni ezt megválaszolni, hisz a 11,5 tonnás programba a 6-os útnak ez a szakasza bekerült, és a tervezések, ahogy Szárszói úr mondta, elkezdődtek. Természetesen egyeztetni fogunk, és egyeztetni kell a lakossággal is, és hát a helyi önkormányzatokkal. Én azt gondolom, hogy amikor erre a tervegyeztetésre sor kerül, akkor lehet ezeket a problémákat és igényeket majd megfontolni, és esetleg még a tervbe is beépíteni. Köszönöm szépen. Az autópálya kiváltja-e majd a 6-os utat, csökkenti-e majd a forgalmát? Kérdezi kedves nézőnk, szerintem sokakkal együtt. Ha a kedves néző arra gondolt, hogy Pécs városon átmenő 6-os út forgalmát, akkor én azt tudom mondani minden bizonnyal, hisz most elkezdődnek olyan forgalmi vizsgálatok, amelyek a további fejlesztésekre vonatkoznak, amit Petki úr is mondott, hogy az M60-asnak egyfajta új kapcsolati rendszerét az 58-as úttól még nyugatra természetesen valamilyen módon kezelni kell, és hát a városon átmenő 6-os úti forgalom is az autópályát fogja tudni igénybe venni, hisz reményeink szerint nem 2 csomópont lesz, hanem esetleg talán még 3 csomópont is lehetséges lenne Pécs térségébe. Mindenféleképpen az átmenő forgalom az autópályát fogja igénybe venni, és erre a megfelelő forgalom technikai intézkedések is meg fognak születni, amikor az autópálya megépül. Köszönöm szépen. Uraim, a műsoridőnk lassan a végéhez járt. Önök eljöttek ide a stúdióba, és hoztak nekünk örömhíreket, ezért mindenképpen hálásak vagyunk. Ha csak beültek volna ide, és azt az egy mondatot elmondják, hogy igen, el fog készülni 2010 márciusáig az autópálya, sőt, még a Szekszár-Dunajvárosi szakasz, sőt, 4 sávos lesz Pécs és Pongány között a közlekedési lehetőség. Hát ez magában megérte volna, igaz, akkor ez egy rövidebb és kevésbé élvezetes beszélgetés lett volna. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm. Önöknek azt kívánom, hogy mielőbb megrázhassuk a kezüket egy eredményes kivitelezés után, és használhassuk mielőbb ezt az autópályát. Önöknek pedig azt
hogy hát eseménytelen legyen az a tél, legalábbis havazási szempontból ne kelljen azokat a bontatott hóekéket minél többször bevetni, lehetőleg egyszer sem. Nézőinknek pedig a nézői aktivitást, a szerkesztői aktivitást köszönjük szépen, hogy velünk együtt szerkesztették ezt a műsort. Köszönjük a kérdéseket és az észrevételeket, további szép estét kívánok. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra.